Aztán amikor 1930. májusában ez a gyönyörű épület megnyílt, akkor egy hasonló válság kellős közepén voltunk, a nagy gazdasági világválság alig fél évvel korábban robbant ki. Az akkori recept az volt, hogy összefogott a magyar állam, Debrecen városa, és erejéhez mérten a debreceni polgárság, a debreceni vállalkozó réteg Sestina Jenő vezetésével. És büszke vagyok arra, hogy bejelenthetem a mai nap, hogy visszataláltunk erre az útra, hiszen ezek a gyönyörű tárgyak, amelyeket hamarosan, hivatalosan is birtokba vesz a Déri Múzeum, szintén a magyar állam, a Nemzeti Kulturális Alapon, illetve Magyarország kormányán keresztül, Debrecen megyei jogúváros önkormányzata a polgármesteri vezetésén keresztül, és a Vállalkozók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar megyei szervezete az elnökségén keresztül fogott össze, hogy ezek a tárgyak a birtokunkba kerülhessenek. Nagyon hálásak vagyunk mindezért, hasonlóan hálásak vagyunk a Kölcsey család örököseinek, akik ezt nem piacra bocsátották, ahol valószínűleg jóval magasabb vételárat tudtak volna kapni érte, hanem úgy gondolták, hogy a legjobb helyen a Déri Múzeumban vannak ezek a tárgyak. Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki tett ezért, nem kevesen voltak, hogy ez a vásárlás létrejöhessen, és nagyon büszke vagyok, még egyszer hadd mondjam el, hogy ezek a tárgyak ide kerültek a Déri Múzeumban. Egy városnak fontos feladata, missziója, hogy a történelméhez, történetiségéhez, a debreceniséghez tartozó emléktárgyak városi tulajdonba kerüléséről, ha tud, akkor próbáljon meg gondoskodni. És hát a debreceniség ugye itt egy különleges kategória, mert ugye Kölcsey Ferencet mi magunk debreceninek is tekinthetjük. Tekintettel arra, hogy 13 évet töltött el a debreceni református kollégium falai között, és az a nemzetszeretet, az a hazaszeretet, az a gondolkodásmód, a hazához, a nemzethez való viszonyulás, az minden bizonnyal jelentős részben református kollégium falai között alakult ki, és amikor a himnusz sorait papírra vetette, akkor egészen biztosan ott élt benne az a gondolatiság, amelyet a debreceniségen keresztül, a református kollégium tanárain keresztül szívhatott magába. Úgyhogy mi Kölcseyre debreceniként is gondolunk, és hát az egy külön ajándék a sorsnak, hogy leszármazottai itt élnek Debrecenben, és ahogy ezt igazgató úr elmondta, voltak kedvesek lehetővé tenni a város számára, hogy egy összefogás keretében ezeket a csodálatos tárgyakat meg tudja Debrecen közössége szerezni. És hát ugye itt a beszélgetés során elhangzott, hogy ezek a tárgyak mindennapi használati tárgyak voltak a családban, és nem is feltétlenül élték meg úgy, hogy milyen történelmi jelentősége van ennek a szekreternek, van ennek a tolltartónak, de mégiscsak nagyon különleges érzés ideállni mellé nekem, és hát mindannyiunknak szerintem majd, akik szemügyre vehetjük ezt a két gyönyörű emléktárgyat. És hát büszke vagyok arra, hogy ennek az összefogásnak a keretében sikerült elérni azt, hogy városi tulajdonba kerüljön, és valóban nem a piac tette rá a kezét, ha fogalmazhatok így, és tűnt el a város közösségének szeme elől, hanem mostantól kezdve ez a városi vagyont gyarapítja, és gyakorlatilag bárki által látható, megismerhető, megcsodálható lesz. Úgyhogy nagyon köszönöm ennek az összefogásnak az eredményességét, köszönöm az örökösöknek, hogy tisztelik annyira a város történelmét, szeretik annyira a városukat, hogy ezt a lehetőséget megteremtették számunkra. És hát különösen nagy öröm, hogy ez ma, január 22-én a Magyar Kultúra Napján mutatható be Debrecen publikuma számára.